buddhista szállót alakítottak ki az egykori közösségi házban Kimlén, több mint 24 férőhelyjel várják az aktív kikapcsolódás kedvelőit. Dobos és ütőhangszeres nap, interaktív előadás, verseny és koncert a Flash központban. A Csákvárt fogadta a Krédóbusz Mosonmagyaróvár, sikerült itthon tartani a 3 pontot. Köszöntöm Önöket, a Mosonmagyaróvár TV híradóját látják. Hivatalosan is átadták azt a turistaházat, amit Kimlén az egykori közösségi ház tetőterében alakítottak ki több mint 100 000 euróból. A beruházással a település nem csak a közösségi életet szeretné erősíteni, hanem újabb lehetőséget biztosít az aktív pihenésre, feltöltődésre és a térség turisztikai vonzereinek emelésére. Frissen betett ágyak, zuhanyzók, mosdók, közösségi tér és konyha. Mindez Kimlén az újonnan átadott Dunakavics kulcsosházban, ahol 2 10-ágyas szobát, 2 2-ágyas szobát, valamint fürdőket alakítottak ki annak érdekében, hogy a településre látogatók, a vízituristák vagy éppen a táborozók méltó körülmények között töltsék aktív pihenésüket. A turista szállót az egykori közösségi ház tetőterében alakították ki, amit hivatalosan április 22-én adtak át. Az eseményen elsőként Eller Gizella számolt be a beruházás részleteiről, ami egy szlovák-magyar határon átnyúló Interreg pályázatnak köszönhetően 100 000 euróból valósult meg. A polgármester hozzátette, az 5 000 eurós önrészt az önkormányzat vállalta, azonban az építőiparban történő áremelkedések nehézségeket állítottak a kivitelezés elé. Ekkor jött az Aktív Magyarország program, aminek keretében 10 millió forint támogatást kapott a település. A Dunakavics kulcsosház átadásán Nagy István elmondta, a hasonló kisebb projektek együttes erővel fejlesztik a térséget, a beruházásnak pedig nem csak a település közösségére, hanem a térségre is pozitív hatásai lesznek. A testület fölismeri azt, hogy az a csodálatos természeti környezet, ami Kimle arculatát és egész élhetőségét meghatározza, azt hogyan fordítjuk gazdasági előnyé. Az, hogy nem csak az életkörülmények javulnak, hanem egyszerűen ebből olyan életminőség alakul, amelyre azt hiszem mindjárt nagyon büszkék lehet. És ez valóban egy erőforrás gazdálkodás. A miniszter hozzátette, a mosoni Duna számos lehetőséget biztosít a térségben, amiket a megfelelő módon kell kihasználni. Révész Máriusz az átadó ünnepségen az egészséges életmódra hívta fel a figyelmet, és arra, hogy vannak olyan települések, amik segítik ezt, és az ott élőket, és az odalátogatókat is. Az államtitkár elmondta, Kimle is ilyen település, ahol már gyermekkorban nagy hangsúlyt fektetnek a sport szeretetére való nevelésre. Az egész országban egyébként a víziturizmusnak fantasztikus lehet. Adottságai vannak, aminek csak nagyon-nagyon kis részét használjuk ki. Ha ezt sokkal jobban csinálnánk, akkor nagyon-nagyon sokkal többen tudnának evezni, nagyon-nagyon sokkal többen tudnának kikapcsolódni, túrázni, és az egyesületi szinten is nagyon sokkal többen tudnának a gyerekek utánpótlás korban is már edzéseket folytatni. És igazából ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Kimle ebben is az élen jár. Az átadó ünnepségen beszédet mondott még Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron vármegyei közgyűlés elnöke, Pető Péter, a Szigetköz Naturpark Egyesület elnöke, Széles Sándor főispán, valamint Weiss Róbert, a Magyar Kajakkenuk Szövetség regionális működésért felelős alelnöke, akik mind az összefogás, a közösségépítés és az aktív kikapcsolódás fontosságát emelték ki. Az ünnepi beszédeket követően aztán hivatalosan is átvágták a nemzeti színű szallagot, majd bemutatták Kimle új turista szállóját. A településnek a jövőre nézve is számos terve van, amivel az aktív kikapcsolódást támogatják. Van egy horgásztavunk, aminek a környéken alakítunk ki TOP plusz pályázat segítségével 162 millió forintból egy aktív élethelyet erdei biciklis pályával. Ezt már a gyerekek maguknak elkezdték építeni, úgyhogy a tervező bevonta őket is a tervek elkészítésébe. Görkorcsolya pálya, kilátótorony, madárles, kiülők a tóparton, tehát nagyon szép is lesz, pihenésre is szolgál, illetve ismereteket is fog bővíteni. A délelőtt folyamán a Mosonmagyaróvár Győr maraton evezés résztvevői Kimléről is rajtoltak, így számos csapat készült az evezésre, akik aztán vízre is szálltak. A Dunakavics kulcsosház már várja az aktív pihenés kedvelőit, a szállás mellett kajak,
kenu vagy éppen kerékpárbérlés lehetőségével, a közeljövőben pedig már kajakos tábort is tartanak az átadott turistaházban. A Karolina Kórház rendelőintézet működésével kapcsolatos tájékoztató szerepel a képviselőtestület következő közmeghallgatásán. A közmeghallgatást április 27-én csütörtökön délután 3 órakor a Városháza dísztermében tartják, ahova várnak minden érdeklődőt. 7. alkalommal szervezték meg a dobos és ütőhangszeres napot a Flash központban április 21-én. Az egész napos programon a hagyományos Bükki Attila zeneiskolás ütőhangszeres szóló és kamara verseny mellett interaktív előadással és koncerttel várták az érdeklődőket. Vidám koncerttel, a Kiskalász zenekar előadásával kezdődött meg a 7. dobos és ütőhangszeres nap a Flash központban április 21-én pénteken. Az együttes tagjai saját maguk által megzenésített verseket, illetve saját dalokat adtak elő a legkisebbeknek. Az interaktív előadásra a 4 tagú zenekarból ezúttal Varga Bori és Sánta Gábor érkezett. Mindig szempont volt az, hogy változatos legyen. Tehát van ebbe világzene, kis népzene, kis rock, kis blues, van kifejezetten blues dalunk, de volt itt tangó is ma, van ilyen mulatósabb őrület, úgyhogy nagyon sokféle zenét próbáltunk mindig összegyúrni, és ahogy hangszereljük a dalokat, azt teszi egységessé ezt az egészet, akusztikus hangszereken játszunk. A zenekarnak 6 CD-je jelent már meg, amikből válogatást hallhattak az ovisok. Az együttes koncertjei mindig interaktívak. Azt vallják, a zenét minél korábban be kell építeni a gyermekek életébe. Ez nekünk a kezdetektől egy nagyon fontos üzenet, hogy a hangszereket lássák, illetve azt, hogy a dalainkon keresztül a zenélés örömét, illetve az, hogy milyen jó dolog az, hogy így együtt közösen muzsikálhatunk, bár ők még nyilván léghangszeren tanítom őket, meg, tehát hogy ilyen nagyon interaktív a koncert. Tehát egy kicsit próbáljuk ezt az üzenetet átvinni nekik úgy, hogy azért, ha iskoláskorba kerülnek, akkor mondjuk eszükbe jusson, hogy hú, lehet, hogy kéne valami hangszeren tanulni. A koncert végén az ovisok meglepetésnek is örülhettek. Az interaktív gyermekkoncert után aztán sor került a Bükki Attila zeneiskolás ütőhangszeres szóló és kamara versenyre, ami fiatal zenészeknek ad lehetőséget a bemutatkozásra. A verseny egy rövid megnyitóval kezdődött, ahol Pausics István kiemelte, jeles napon szervezték meg a dobos és ütőhangszeres napot, hiszen április 21-e Egressy Béninek, a Szózat megzenésítőjének születésnapja, aki 209 évvel ezelőtt született. És hát ő is, mint mindenki, aki a zenét szereti, az rossz ember nem lehet, hiszen a zene felemel, összeköt, szórakoztat. Szórakoztatja a hallgatóságot, és szórakoztatja azt is, aki műveli ezt. A növendékeket 2 tagú zsűri, Szerdahelyi Károly és Tóth Péter bírálta. A megmérettetésre idén 9 iskolából 21 diák jelentkezett. Olyan is volt, aki idén először. Remélem, hogy jó leszek, mert nagyon sokat gyakoroltam, lehet, hogy jót fogok elérni. Balogsoma dobon és marimbán játszott, ő már másodszor vett részt a dobos és ütőhangszeres napon. Szerintem tavaly nagyon jó voltam, és idén is jó, sok mindent szeretnék csinálni ezen a napon, és szerintem most is jól fogok dobolni. A verseny végén aztán a díjazottak átvették a minősítéseket és az emléklapokat. A dobos és ütőhangszeres nap pedig egy különleges koncerttel zárult. Az eddigi koncertek, az esti koncertek elég vegyesen alakultak az elmúlt években. Idén egy kimondottan ütős koncerttel készültünk. Bogáti Benedek, aki az ismert virtuózok V4 pluszos versenyében döntős, ő fog nekünk játszani, és a kedves közönségnek. A nagy sikerre való tekintettel a dobos és ütőhangszeres napot a jövő évben is megszervezik majd. A Merkantil Bank Liga 32. fordulójában az Akvitál SE Csákvár csapatát fogadta a Krédó Buszmosón Magyaróvár a Wittmann Antal Parkban vasárnap. A kiélezett mérkőzés végeredménye 3-2 lett, így sikerült itthon tartani a fontos 3 pontot.
A Sziget Közsport összefoglalója következik. A Credo Bus Motion Magyaróvár a Csákvárt fogadta az MB2 33. fordulójában. A találkozó első 20 percében jobbára a mezőnyben zajlott a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben. A 22. percben egy remek indítás után Torvund lépett ki, de a próbálkozását Heinrich nagyszerűen védte. A fehérben játszó óváriak Vukasovics révén egy távoli lövéssel veszélyeztettek először. A 28. percben Illés kapott labdát a félpályánál, amivel egészen a csákvári 16-osig gyalogolt, majd a szóló végén óriási bombagolt ragasztott a felső sarokba. Illés a 4. bajnoki gólját jegyezte a szezonban. Nem sokkal később Puhtyejev beadása az egyik csákvári védőről pattant a kapu felé, Zelizi azonban védett. A második félidő első lehetőségét is az óváriak dolgozták ki. Heinrich felévelése után Puhtyejev durrantott fölé. Az 53. percben egy jobboldali bedobás után nem tudott felszabadítani az MT-je, majd Vaskó készített le Omingernek, aki laposan a jobb alsó sarokba lőtt. 3 perccel az egyenlítés után rögtön jött az óvári válasz. Deák nagyszerű ütemben passzolta be a labdát a védelem mögé, ahol Puhtyejev higgadtan használta ki az icert és a kapuba lőtt, megszerezve ezzel pályafutása első gólját a másodosztályban. Magyar szabadrúgása nem talált kaput, sőt újabb gólt szerzett a Moson Magyaróvár. Illés végezte el a szabadrúgást, majd Vég Bence másodszorra már középre tudta adni a labdát, a hosszún pedig az üresen maradó Puhtyejev bombázott kapásból a kapuba. 6 perc múlva egy baloldali szöglet után Karacs 10 méterről bombázott a léc alá. Szalka labda szerzése és indítása után Nagy Kevin került helyzetbe, és bár a kapuson áthámozta magát, végül nem tudott gólt szerezni. A végén még Nagy Kevin próbálkozását is blokkolnia kellett a vendégeknek, az óvári csapat 3-2-re győzött, így nagyon fontos sikert aratott egy közvetlen riválissal szemben, ráadásul meg tudta törni 2022. november közepe óta tartó 8 meccses hazai nyeretlenségi sorozatát is. Ennek örülök nagyon, hogy a hazai pályán végre a saját közönségünk előtt egy győztes meccset tudtunk játszani. Ott nekem a kispadon, meg a kollégáimnak a kispadon ez egy elég idegesítő, egy 3-2-es mérkőzés. Szerintem a nézőknek, akik kilátogattak, 5 gólt láttak, és láttak egy küzdelmes, jó uram a mérkőzést. Mindenféleképpen szerintem ez egy jó dolog volt, és hogy meg tudtuk szerezni 3 pontot. A Credo Bus Moson Magyaróvár a hétközi fordulóban Balmazújvárosban lép pályára a Nyíregyháza ellen. Röviden a szerdai időjárásról. Változóan napos, gomoly felhős időre van kilátás, jelentős csapadékra a térségünkben nem kell számítani. Élénk olykor erős lesz a szél, napközben 15 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták, most a Honvéd Hét, majd a Kifutón túl című műsorok következnek. Híreinket megtalálják és visszanézhetik közösségi oldalainkon és honlapunkon. Friss hírekkel legközelebb szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!